Idén is sok diákot érdekelt a pályaválasztási kiállítás, amelyet a Heves megyei kormányhivatal 60 járási hivatal járási munkaügyi kirendeltsége, a Heves megyei kereskedelmi és iparkamara, valamint a Nyitottház ifjúsági információs és tanácsadó iroda szervezett. A DC-ben megrendezett esemény célja, hogy segítséget nyújtson a pálya, szakma és iskolaválasztás előtt álló tanulóknak a sikeres életpálya megkezdésében. A rendezvényen középiskolák jelentek meg, állítottak ki különböző standokon, egyrészt itt az aulában, másrészt pedig a tornateremben találhatók, és mindenki készhez kapott egy térképet, amelyen látja azt, hogy mi az, amit megnézhet, melyik iskolát tudja megkeresni. Az első fontos döntést kell meghoznatok, elsősorban most még a szüleitekkel egyetértésben, később majd folyamatosan fogtok elhúsodni, de ez az első kör, ahol el kell dönteni azt, hogy milyen irányba szeretnétek tovább menni, és ehhez szeretnénk segítséget nyújtani. Az eseményen sokan igyekeztek segítséget nyújtani a diákoknak, ám Színyei András köszöntőjében elmondta, a gyerekek saját döntése a legfontosabb. Ehhez a döntés előkészítéshez, tanulmányozáshoz jó szemlélődést, alapos felkészülést, kérdezősködést, nézelődést kívánok, hogy minden pavilonnál találjatok valami érdekeset, nem kell azonnal dönteni. A begyűjtött információk alapján szülőktől, a pedagógusoktól, a pályaválasztási tanácsadóktól megkapott információkat összegezve végül is a saját döntés a legfontosabb. A diákok pedig érdeklődve sétáltak a pavilonok között, gyűjtötték az információkat. Jobban megtudjuk, hogy mit, hogy kell, mennyibe kerül, hova kell menni, miket fogok megkapni, meg hogy, úgy értve, megismerek embereket, meg jobban látom, hogy mennyire erősüli meg, hogy mennyire gyengé vagy ilyenek. Nem csak a tanulók és a szülők, az osztályfőnökök is hasznosnak és fontosnak tartották a kiállítást. Itt egy helyen értesülhetnek a gyerekek mindarról, ami itt a környékben kínálat és lehetőség a továbbtanulásukat illetően. Nagyon fontosnak tartom, hogy eljöjjenek, sőt van itt olyan is, aki szülővel érkezett, összegyűjtik az információkat, a szórólapokat, és ez alapján eldönti, hogy majd ki hová jelentkezik, mert bizony ez nagyon hamar itt lesz, már december 10-ig el kell dönteni. A szervezők pedig egyebek mellett üzemlátogatással is segítik majd a könnyebb és gyakorlatiasabb pályaválasztást. Ezek alkalmával bemutatjuk a vállalkozásokat, a vállalkozásokban működő tevékenységeket. Szeretnénk, hogyha ezek a tanulók ezeket a tevékenységeket életközeli helyzetben tapasztalnák meg, és megismernék a szakmákat, azokat a szakmákat, amelyekben itt a térségben, 60 és térségében el tudnak helyezkedni. A rendezvényen több szakközépiskola, szakiskola is képviseltette magát, így a gyermekek minden képzési formába betekintést nyerhettek. Elsősorban mi szakképzési az első lábunk, illetve a felzárkóztató képzés 5.-8. osztályos végzettséget tudnak nálunk szerezni, illetve szakközépiskolai érettségi. Szakképzésen bádogos képzésünk van, eladó képzésünk, kertész, számítógépszerű és karbantartó, illetve szociális gondozó és ápoló. A 60-i Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola pedig nem csak a pályaválasztási kiállításon és az intézmény nyílt napján szólítja meg a diákokat. Szerencsére a hírünk egyre jobb, azt kell, hogy mondjam, és ennek megfelelően a hozzánk jelentkező jó tanulók száma is egyre magasabb. Különböző orientációjú osztályokat indítunk, humán, reál, illetve nyelvi tagozaton, illetve egészségügyi szakközépiskolás osztályunk is van. A programsorozat keretein belül a kiállításon és az üzemlátogatáson túl pályaválasztási vetélkedőn is részt vehettek az érdeklődők.